Csökkent 2016-ban a munkanélküliség mértéke, az aktív korúak körében a munkanélküliség 11,3%-ra apadt. A regisztrált álláskeresők száma tavaly először esett vissza 300 ezer fő alá. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 130 ezer fővel dolgoztak többen tavaly, mint az előző években. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 15-74 éves népesség 61%-a, ez 263 ezer főt jelent. Ennyien számítottak gazdaságilag aktívnak. Közülük 234 ezeren foglalkoztatottként, közel 30 ezeren pedig munkanélküliként voltak jelen a munkaerőpiacon. Az egy éve korábbihoz képest 9700 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben a munkanélküliké és a gazdaságilag nem aktívaké csökkent. Így a megyei foglalkoztatási arány 54% fölé emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig 11,3%-ra csökkent. A kedvező folyamatok ellenére a munkanélküliségi ráta Szabolcs-Szatmár-Beregben több mint kétszeres a rekord alacsony országos átlagnak. Fogy a munkaképes lakosság, ennek demográfiai okai is vannak, kevesebb az aktív korú, ezért sincs munkaerőtartalék. Földrajzilag nagyon egyenlőtlen a munkaerő kínálat, Közép- és Nyugat-Dunántúlon körülbelül 40-40 ezer fő van a szabad munkaerőtáborban. Az észak-alföldi régióban és Észak-Kelet-Magyarországon 150-180 ezer ember állhatna munkába elméletben, de az álláskeresők között sok a szakképzetlen. Bizonyos szektorokban, mint az építőipar, fémipar, vendéglátás, óriási a munkaerőhiány. Az ipari cégek bővítenének, de már Észak-Kelet-Magyarországon sem találnak szakembert, nyilatkozta 35 perc című műsorunkban az ország egyik legnagyobb munkaerőközvetítő cégének szakembere. Elmondta, a cégek nagy része az utaztatással próbálkozik. Az utaztatás is csak rövid távon a megoldás. Most már egyre inkább gondolkodnak munkásszállók építésében, minden nagyobb városban. Nyíregyházán ez még nem jellemző, inkább az utaztatás, a buszoztatás a jellemző. Nagyjából 50 kilométeres körzetből szállítják Nyíregyházára, vagy például Nyírbátor környékéből hasonlóan, környékére hasonlóan szállítják a munkavállalókat. Megunják, nem bírják hosszú távon, főleg a nagyobb távolságokról járók. A munkaerőpiac feszesedéséről beszélt a szakember. Most a legcélszerűbb megoldást, amit látunk a munkaerőhiány pótlására, az a külföldi vendégmunkások befogadása a szomszédos országokból, hiszen a magyar munkáltatók tárt karokkal várják a külföldi vendégmunkásokat. A probléma az, hogy a külföldi vendégmunkások ezt nem nagyon tudják, nem nagyon vannak tisztában ezekkel a lehetőségekkel, és ki kell menni, meg kell szólítani, őket be kell hozni. A hazai munkaerőpiacon jó szakképzésre és átképzésekre is szükség van, hiszen a versenyszférában minél magasabb képzettsége van valakinek, annál hamarabb jut munkához.